Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, a mai videóban pedig megnézzük együtt, kipróbáljuk a MotoGP 2022-t. Kint van az új MotoGP játék, a héten már toltam, nagyon-nagyon tetszett, illetve besegítettem egy cikkírásba is, úgyhogy vannak már vele tapasztalatok. Remélem, hogy meg tudom nektek mutatni mindazt, amit tud az új MotoGP 22, hiszen amint láthatjátok, egészen látványos. A motorok elképesztően jól néznek ki, és hát persze, erről szól az egész. Úgyhogy kihagyjuk ezt a kis tutoriál részt. Vannak itt érdekes új dolgok a játékban, de én azt mondom, hogy először nézzük meg itt egy ilyen quick módba, csak hogy nagyjából guruljunk egyet, hogyan kell elképzelni ezeket a dolgokat, akár egy ilyen time trial részben is. Menü teljesen jól látható, egyszerű. Fel van építve normális menüpontokkal, nincsen túl bonyolítva, ez azért nagyon fontos, mert volt a korábbi részek, ahol teljesen értelmetlenül volt bonyolítva. Oké, itt csak gurulunk majd egy pályán, ki lehet szépen választani. Van a 2022-es szezonnak az összes pályája, mindegyik, ami hivatalosan benne a Spanyolországban, ugye többször is ellátogat a mezőny, de vannak itt osztrák pálya is, ami Forma 1-ből is ismerős lehet, hiszen ugyanazon a csíkon mennek, Silverstone, Detto ugyanez, illetve éjszakai futam is van. Úgyhogy nem rosszak ezek, menjünk a Red Bull Ringen, az van hozzánk a legközelebb. Úgyhogy ez tökéletes lesz szerintem. Ki lehet választani a versenyzőnket, illetve hogy melyik osztályban menjünk. Ezek itt mind megtalálhatók a MotoGP játékban és a karrierbe. Ezeken a lépcsőkön kell igazából itt szépen feljebb jutni. Ez tökéletesen látható itt. Tehát vannak a korábbi, hát más osztályok, korábbi éveknek a MotoGP változatai, ugye csomó minden volt változtatás itt a motorok technikai paramétereivel, de a legfrissebb szezon Moto3-as, Moto2-es, illetve MotoGP osztálya is benne van. Most kezdésképpen nézzünk egy Moto3-at, ez tényleg a legalapabb, tehát itt igazából nem lesz egy ilyen nagy őrületes erő a lábait között a motoron, tehát itt meg lehet tanulni, hogy kell kezelni a gépet. Na de ami izgibb, azok a segítségek. Itt ilyen automata fékezés, meg ilyesmit én azonnal kikapcsoltam. Valami rásegítés legyen, hogy ne blokkoljon a kerék, meg ilyenek, de ilyen automata nekem ne fékezzen semmi. Ilyen segítségek nekem ne legyenek, úgyhogy nagyjából ilyen reálisra próbáltam beállítani. A gumi reagál fűre, hideg, vizes tócsákba, belemész, ilyen vizes pályán vannak ilyen dolgok is, tehát kimész a sóderbe, akkor egy ideig rosszul fog tapadni. Ezek legyenek benne, ezek jó pofa dolgok. Úgyhogy így állunk. Én azt mondom, hogy menjünk ki akkor most már, guruljunk, nézzük meg milyen a játék. PlayStation 5-en játszom, konkrétan nincs töltési idő. Tehát végigpörög, 20%-40%, aztán már bent is vagy, annyira durván gyors a töltési idő. Egészen elképesztő. Na, itt vagyunk a garázsban. Kicsit ilyen gyurma emberek, itt annyira nem vagyok megelégedve az ilyen animációkkal. Viszont amint kimegyünk, és megnézzük a motort, az már egészen más szint. Tehát az már nagyon rendben van, és talán az a lényeg, azt kell, hogy mondjam. Itt is vagyunk a pályán. Kis autópilótával először. Nagyon kis csirke hangja van ezeknek a Moto3-as motoroknak. A Moto2 már egészen, a MotoGP az meg vadállat. Tehát az tényleg durva. Viszont lángol minden, a kipufogó tök jól meg van csinálva. Szépen rákanyarodunk mindjárt célegyenesre. Azért 200 fölött ezek is tudnak menni. Nem kell félteni ezeket a motorokat. De 300-ba már nem nagyon szeret belenyaldosni. És toljuk neki a Red Bull Ring tömött lelátók előtt versenyzünk, vagy legalábbis körözgetünk. Így szépen be lehet tanulni a pályát igazából. Oppá, invalidálták a körömet. De nem is ez most a lényeg, hanem csak, hogy guruljunk egyet. Aztán természetesen a videó további szakaszában tervezek majd egy kis futamot is. Itt a sikár rész, után egyből mehet a kigyorsítás, fel a dombon, egészen elképesztő a pályának az emelkedése, tehát komoly emelkedőkön kell még Forma 1-es autónak is azért ott érezni a hatását, amikor jön lefelé. Itt most van egy ilyen kis lejtmenet. Trükkösek tudnak lenni ezek a részek.
És ha megnéztétek, akkor ott jobb alsó sarokban vannak már információk, hasznos, nagyon hasznos információk a motorral kapcsolatban, a gumikopással kapcsolatban lehet állítani. Benzinre is figyelni kell a futamok alatt, hogy meddig van tankolva, vissza lehet venni egy picit az erejét a motornak, ezzel spórolva. Az üzemanyag fogyasztáson, tehát ilyenek is vannak. De ez persze vezetési stílustól is függ. Hiszen ha te olyan vagy, hogy beengeded a kanyarokban, nem nagy gáz, nagy fékkel, mint én, akkor jobb lesz a fogyasztás is. Ami fontos, mert ugye minél kevesebb üzemanyag van a mociban, annál könnyebb startnál, ezek pedig azért sokat számítanak. És meg is vagyunk az első körre, ez igazából nehézséget annyira nem jelentett, bár mégis sikerült a körömet megszakítani. Úgyhogy így nézünk ki nagyjából. Itt egy kis fotós módot szeretnék nektek bemutatni, hogy a pálya, hát az emberek olyan... Hú, inkább hagyjuk, tehát... Atya, úristen! Az ott egy zombi fölötte, van még egy zombi tesó. Ne ezekre koncentráljunk. Nem ez a lényeg, hanem ami nekem is nagyon-nagyon megtetszett, hogy a motor mennyire részletes. Tehát ez egy Moto 3-as, ha úgy nézed, ilyen kis alapszintű motor, és brutálisan részletes a féktárcsától elkezdve, ez zseni. Ez nagyon-nagyon jól néz ki, és a MotoGP motorok még durvábbak, a pilóta is teljesen rendben van nekem. A pálya környezeti elemei az, ami annyira nem... Hát nem ez a generáció, ez nem a PS5 szintet képviseli. Na mindegy, a szezon zárjuk is le. Ezt a kis részegységet, amit itt megfutottunk. Na és akkor... Vágjunk bele, amit mindenféleképpen meg szerettem nektek mutatni ebbe a kis tesztjellegű gameplay videóba, mert úgy vettem észre, hogy ezt nagyon szeretitek. Az a Ninth Season. A Ninth Season, amiben van egy kis story mód, a 2009-es szezont dolgozza fel. Rosszival, mindenkivel, egészen elképesztő a hangulata. Csak így nagyjából belemutatok nektek, hogy mire kell képzelni. Átvezető videók a való életből. Ha valamit, ezt a Milestone nagyon-nagyon jól összerakta. Rendkívül kreatív. Micsoda jelenetek. Óriási. 2001-ben világbajnok Valentino Rossi. Egészen hangulatos. Atya világ. Egymás után 5 világbajnoki cím. Egészen hihetetlen. Mekkora jó. Nem akarom lelőni, majd ha megveszitek a játékot, hogy ki tudjátok próbálni, ezt mindenképpen nyomassátok, mert nagyon-nagyon élvezetes. Én Montegibe ellátogatok most, itt tartok, épp egy picit nyomottam ezt a játékmódot, és meg szeretném nektek mutatni, hogy nagyjából miket kell elképzelni. Van egy kis bevezető videó, az aktuális sztorival kapcsolatban, Valentino Rossi második katari verseny, éjszakai futam. Ez megtörtént, ez lefutott, igazából kiosztják a díjakat. Viszont jön a következő pálya, Montegi, és vannak különleges ilyen küldetések, hogy úgymond mit kell teljesíteni. És ez már MotoGP, tehát ez már a 2009-es MotoGP osztály. És mindjárt megkapjuk a küldetést, hogy pontosan mit is kell csinálni. Pedroza van előttünk, második vagy jobb helyezés kell elérnünk. 2 körünk van rá, tehát ebbe ilyen kis rövid sztoris... Még egyszer? Szóval... Rövid sztoris események vannak ebbe. Most volt egy kis baj a fejben. Úgyhogy teljesítenünk kell, olvasás helyett majd próbálok vezetésre koncentrálni. Tehát ilyen kis rövid sztoris dolgokat kell teljesíteni, nagyon kevés kör alatt. Jó, most sokkal okosabban fogjuk teljesíteni. Hopp, ott kicsúszott a második helyen lévő, nehogy ez megzavarja minket. Ott nagy csata van, egymást lassítják csatázással, ami nekünk ebbe a helyzetbe nagyon jó.
okosan próbálunk ráfordulni, keresem a helyeket, hol lehet odaérni. Ezt a segédvonalakat én még bent tartottam, mint segítség, ez azért elég hasznos. Annyira még nem vagyok nagy profi MotoGP is, hogy ilyeneket tudjak, hogy pontosan melyik az a jó tempó, amivel még elmegy, de nagyon szűken vesszük! Nem sikerült behozni a pozíciót, pedig most már nagyon-nagyon közel vagyunk, most kifékezzük őket. Azaz, de visszajönnek, már lesodródok az ívről. Visszajátszás. Szegény, nem akartam fellökni. Ezer bocs, van visszajátszás. Ez ugye etikai kérdés, ki hogy használja. Én nem akartam fellökni a csávót. Úgyhogy jobb a békesség. Azaz. Most ez a harmadik hely stabilnak tűnik. Az is megvan, a második hely is megvan. Valentino Rossi van az első helyen, ugye nem Rossit irányítjuk feltétlenül mindig, de a story módban mindig más van éppen porondon. De most éppen Rossit kéne megelőzni, bár ezzel már igazából teljesítettük a kritériumot. Tehát Rossi megelőzése nem feltétlenül szükséges. Úgyhogy nem is fogom erőltetni, de ha oda kerülünk, nem fog meghátrálni. De fellökni se szeretném. Rágyorsítunk, azaz! Nagyon jó. Azaz, nagyon jó. Vissza. Kicsit erős volt a visszaváltás. Nagyon jó. Jó, nézzük, gumihőmérsékletek rendben vannak. Van egy kis szusszanásnyi időnk, ha már így az első helyet megszereztük. Nagyon király fék. Azon belül is hőmérsékleteket látunk. Már közel 300-al mentünk az egyenes végén. Kicsit le is csúszok, de még pont jó. Alagút. Kis sikán, oda-vissza. Ez pedig a célegyenes. Elvileg meg vagyunk. Meg is vagyunk, teljesítettük, amit kért a játék. Igazából nagyon-nagyon élvezetes szerintem ez a csávolnak. Mi baja van? A gép irányított, aztán esett. Gratulálok neki. Zsír! Jól van. A kutya fáját. Na és akkor így jönnek egymás után a futamok. Ami rajt van. Rajt procedúra. Jézusom. Jó, hogy engedte, hogy elrajtoljak. Na mindegy. Szóval, ez a történetmód. Feloldatsz ilyen mindenféle skineket, nagyon jó cuccokat, tehát adja a dolgokat, hogyha játszol ez a játékmóddal. Karrier is nagyon rendben van, Moto 3-tól szépen mehetsz fölfelé a saját versenyző, de Moto 2, aztán MotoGP, ez ismerős lett korábbi évekből, nagyot nem változott, de még mindig izgalmas. Viszont szerettem volna egy futamot is nyomatni veletek együtt, úgyhogy kiválasztunk egy másik pályát, nem is tudom, amerikai pálya. Fú, az is Forma 1-ből ismerős jó cucc. Vannak itt nagyon jók. Sőt, van a barcelonai. Azaz. A katalán nagydíj. Ez is nagy Forma 1-ös pálya. Az a baj, hogy ugye Forma 1-es játékos sokkal többet játszok, tehát onnan ismerősebbek a pályák. A vonalvezetést amiatt kicsit jobban ismerem, jobban megy. Itt vannak a hivatalos pilóták, MotoGP is, arcuk is meg van csinálva. Nem is tudom, Márquezzel legyünk, Márquez egy jó fickó. Úgyhogy legyünk Márquezzel.
beállítások szerintem rendben vannak. A nehézséget én felpakolnám most egy 60-ra, megpróbálom ezt a 60-as nehézségi szintet, mert nem tudom, tehát annyira nem volt 100-as nekem. Nagyon gyengének éreztem a kanyarokban az ellenfelet, nem volt elég agresszív. Pozíció, right pozíció legyen mondjuk 8-dik, nem szeretnék most így kvalifikációt menni, pedig azt is lehet egyébként, mindjárt megmutatom, itt szépen ki tud választani edzések, kvalifikációk, vagy maga a verseny legyen csak. Úgyhogy mit halljunk egy versenyt? Full weekendet is lehet akkor mindent bekapcsol értelemszerűen, az is egy jó dolog. Egyébként te hangulatos, amikor tényleg lenyomod a szabad edzéstől egészen a kvalifikációig, és utána a futam. Csak szerettem volna egy jó kis futamat az elejétől veletek. Szél, 37 fokos pálya, teljesen jó egyébként. Kicsit fejős az idő. BMW felvezető autók. Jó lesz ez. Én azt mondom, hogy menjünk. Gumik médiumon szerintem teljesen jók. Nem hiszem, hogy lesz gumicsere, bár akkor meg slicket is rakhatnánk. Tegyünk slicket. Próbáljuk meg slicken. Menjünk, srácok. 8. hely. Valaki nyomatja slicken ugyanúgy. 2. helyen közepes, kemény keveréket cserélgetik. Ugye tengelyenként lehet itt változtatni a MotoGP-be, szóval azért vannak itt differenciák, ki mivel próbálkozik. Na nyomjuk. Ezek a legújabb MotoGP motorok egyébként, akiket itt láthattuk. Úgyhogy izgatott vagyok, hogy mit megyünk. Manuális tartom vagyok, tehát a kuplungot nekem kell nyomatni. Rosszul rajtoltam egy picit. Sőt, nem is picit. Na, ezeknek milyen hangja van? A kutya fáját. Micsoda hang. Jó, hát kicsit agresszív volt rajtam. Meg mekkora tempó, milyen tapadás van most már. Főleg a 2009-es motorokhoz képest. Egészen elképesztő a különbség. Ott a fék. Gyere. Rohadt néni kédet. Azaz, most az első kettő nagyon elhúz, az nem tűnik jónak, mert aztán meg a nagy csatározásokban nem fogjuk tudni őket beérni. Kicsit megdurogtatjuk a kipufogót a kanyarba. Elhúzunk a többiek mellett, előtt. A füvet is megcsípjük. Az mondjuk nem volt jó, be is rezgett a motor. Vissza kellett hozni a semmiből. A hátsó egyenes. Most a fék, nagy fék, nagy fék, nagy fék, mert szűken kell. Innen rá lehet tenni. Nagyon jó. És innen már padló. Rázókőre is rátesszük azért mocit. Kell használni azt, hogy jó legyen. Ez már a hátsó rész, nagyon jó. Le vagyunk maradva az első kettőhöz képest, a srácok meg itt jönnek föl rám. Nem tűnik annyira jónak a helyzetünk, de ha már dobogó meg lesz, ez nem tűnik rossznak, hiszen azért mégiscsak emeltünk egy nehézségi szintet. Ott viszont kicsúszna. Rohadt anyád, de miért vág be így? Nem védtem a pozíciót, mi? És ott kicsúszott az emberünk, tehát azt meg kellene fogni ott. Hát még jó, hogy van ez a visszajátszás. Lehet, hogy vérciki, de kell. Na mindegy, ide visszarakom fékezéshez. Berakjuk belső ívre. Csak megcsúszik alattam a motor. Bazd meg. Jó, hátsó féket is most használjuk. De ki inog alaulam a motor? Hát mi történik? És itt a második helyzet figura, akit körbe tudunk motorozni. Azaz,
Azaz, másodikok vagyunk, nem túl tiszta versennyel, mert ez visszajátszás, ez morális kérdéseket vet fel, hogy mennyire korrekt a használata. Azaz, nagyon jó! Mit csinál? Motor, hát majdnem keresztbe szánkázott. Azaz, még mindig jók vagyunk. Azaz. Mindig jók vagyunk. Hey. Jó, kimentem a fűre, bocs, de ez nem kell fellökni. Na most itt csapatjuk neki, nagyon rajtunk vannak. És az ellenfél hibára meg nem alapozhatunk. Nagyon jó. Valaki ütközött hátul. Reméljük nem lesz piros zászló, vagy ilyesmi. Ha, már zöld zászló, megoldották. Három körösen állítva futam egyébként. Gumik jó állapotban vannak, ez nagyon jó hír. De nem érzem magunkat annyira gyorsabbnak velük. 350-nel mentünk már a végén, te atya úristen! Azt néztem, hogy mennyire megyünk, nem a pályát, úgyhogy ezt csúnyán benéztem. Mi volt itt? 350-nel mentünk a végén, azt a kutya fáját, de durva. Az nagyon kemény. Még egyszer, 344. Jézusom, Forma 1-es autóval nem megyek ennyivel. Ja, amúgy meg versenyezni kéne. Nem mutogatni. Ezt a részt itt nagyon szeretem. Ez az. Gyere. Mindig visszaelőznek, srácok. Kis kavicsot is összeszedtünk. Kettő között. Nyaldosom a hátsó gumiát. Kaptunk egy büntetést, elhagytuk a pályát. Kétkerekes pályahagyás. Azaz. Hú, szokni kell azért, kellett volna nekem még egy pár Moto3 futam. Kicsit ilyen esetlen holnak érzem magam. Aki azt se tudja, hogy mit csináljam. Másodikok lettünk egyébként, nagyon-nagyon élvezetes volt a futam szerintem. De... nem tudtuk megnyerni, tehát attól nagyon-nagyon messze voltunk. Franco ezt behúzta a Yamahával. Nem volt ez rossz, ha azt néztük, igazából visszaesésről nem beszélhetünk. 24-en voltunk a pályán, abból egy ki is eset volt, valami baleset, amit nem láttunk. Úgyhogy srácok, nagy vonalakban így néz ki a játék. Örülünk a második helynek, én tényleg nagyon örülök, mert hú, azért még nagyon-nagyon sokat kell gyakorolnom ezzel a MotoGP-vel. Viszont van akadémi játékmód is, ahol nagyon sokat tudunk tanulni, tehát az igaz ilyen kis tutoriál rész, azt is majd egy kicsit megmutatom, a, nem is teljesen konkrétan, kis ünneplés, ez is nagyon szép jelenetek, tökön meg van csinálva. Van ez a tréning rész, MotoGP Academy, itt nagyon-nagyon részletesen meg tud tanulni a pályákat, minden egyes kis mozzanatot, hogy hogyan kéne megcsinálni, hogyan kéne felépíteni a szektorokat, csak belenézünk. Azt hiszem Moto2-es motorokkal megyünk itt. És leosztályozza neked, hogy mégis hogyan jó, mit kell csinálni, segít.
elmagyarázza, tök jó, ott vannak a pontok, miket kell érinteni, egyébként itt is használjátok ezt a sávos cuccot, mi a tökömet csinálok? Mit csináltam? Ez melyik pálya? Mit csináltam? Miért álltam fel erre? Na még egyszer. Toljuk neki, mint a gép. Nem, ez MotoGP. Ez kurva gyors. Nagyon durva. 340. Atya, de mi? Srácok, ezzel fogom folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Addig is legyetek jók. Sziasztok!